Szervusztok! Ebben a rövid videóban szeretnék beszélni két nagyon fontos dologról, ami a gyógyuláshoz elkerülhetetlenül szükséges, és mégis ez a két fő dolog, az alappillér, ez hiányzik. Hiányzik a gyógyítási módszerekből, hiányzik a megközelítési módszerből, és igazándiból a képzésből. Én 2010-ben voltam 42 éves. Most 55 vagyok, és jól érzem magam, egészségesnek érzem magam. Viszont 2010-ben, amikor agyvérzést kaptam, belül nagyon nem voltam jól, kívül meg fit voltam, és minden fizikailag jó volt. És a legelső ilyen hipnózis session be jöttem rá, így nagyon mély hipnózisban, hogy az egész életemben hiányzott ez az egy dolog, a többi mellett persze, de soha az életben nem tudtam volna ez a hipnózis session nélkül, hogy mennyire meg vagyunk fosztva egy csomó olyan energiától, energiaforrástól, ami belül gyógyulva kell, hogy legyen ahhoz, hogy tudjuk a következő lépéseket megtenni. És ez a két fő pillér, ez a szeretet, a másik meg a jelentőség. Szeretet és jelentőség. A szeretet az szinte mindenkiben megvan torpanva, meg van szakítva, el van utasítva egy tudatalatti szinten. És ha belegondolsz, bármikor valami nem megy, és már teljesen kiégtünk, és ma legszebben csak csapkodnánk, vagy hisztiznénk, vagy sírnánk, igazándiból az egyik oka annak, hogy oda eljutottunk, az az, hogy szeretetre vágyunk, szeretetet kerestünk, de valahol a múltban ezt a szeretetet, ezt megtagadtuk valamilyen döntés miatt. Általában ezek ilyen traumatikus történetek, tehát ilyen jelentős érzelmi események, és akkor, mikor ez megtörtént, akkor mi olyan döntést hoztunk így tudat alatt, hogy minket nem szeretnek, hogy mi nem vagyunk szerethetők, hogy mi, és pont, pont, pont. Körülbelül 8 verziója van ezeknek az ilyen elutasító típusú hiedelmeknek, és olyan életkörülményeket teremt ez a döntés, hogy utána nem tudunk kilábalni belőle, ha csak ezeket meg nem gyógyítjuk. Van a szeretetnek egy férfias, egy nőies, és egy magasabb szintű verziója. Tehát vannak olyan emberek, akiknek, mit tudom én, mama vagy anyu problémája van, biztos, hogy ott van egy olyan típusú döntés sorozat, mikor mi azt hittük, úgy döntöttünk, azt hitettük el magunkkal, hogy minket anyu nem szeret. Na most, ez egy nagyon érzékeny valami, tehát itt ez nem fekete-fehér, mert minél idősebbek vagyunk, és minél több coachingot kaptunk, annál inkább van egy logikai magyarázat és egy fölülírás arra, hogy de hát, szeretett, meg milyen jó fej, meg tegnap is átjött, és csinált a csirkelevest, és hát nem. A tudatalatti az nem logikázik, az ego logikázik. És a tudatalattiban vannak olyan ilyen töredezettségek, hogy még akkor is, hogyha 1%-a, amit mi regisztrálni tudnánk, az egy seb. Okay? Az egy seb, azt meg kell gyógyítani. Ezért nagyon fontos nem mindig a hangos, nyilvánvaló, meg a domináns dolgokra figyelni, mert nem ott van, nem abban van az igazság, nem ott vannak a megoldások. Ugye említettem akkor az anyu problémát, akkor ott vannak a papa problémák. Nagyon sok hölgynek van papa problémája. És most fókuszáljunk akkor ez a szeretetre. Bármikor
nagyisten apa olyan típus volt, hogy ő szigorú volt, meg tudod, a férfi ego az eléggé sérült. A női is, csak őknek megvan egy másik fele, ilyen támogató rendszere, ilyen support system. A nőknek mindig meg volt adatva az, hogy meg tudták beszélni maguk között, és akkor egy picit ebből a felgyülemlett energiából el tudtak engedni. De a férfiaknak nem volt ez megadva, és csak gyűlt és gyűlt és gyűlt, és hát biztos látjátok, és a legtöbb férfi ezért van ennyire rosszul. Ha megemlítitek neki a spiritualitások, kiröhögi. Tehát ez az ego, ez a sérült férfi ego. Tehát, amikor úgy érzed, hogy apa, papa nem szeretett, van erre természetesen logikai magyarázat, viszont ott van, akkor ez a magyarázat, amit én adtam azért, mert így voltunk nevelve évezredekig, hogy fofa be, keményen csináld. Nem sírunk, nem hisztizünk. És ilyen alaphozzáállással nem lehet szeretetet igazán adni. Na most, a szeretet az egy érdekes dolog, mert az inkább egy energetika, mint egy kézzel fogható valami. Ebben a civilizációban és a korábbi civilizációkban is az történt, hogy a szeretetet teljesen félreértelmezték. A szeretetet azt a fizikai érintésre, azt a szexualitásra és tovább vagy jellemezték, vagy azt arra titulálták, de ez nem így van. A szeretet az egy energia, aminek van ugye a férfias, nőies energiája, vagy pólusa, és akkor ott van még egy nagyon-nagyon fontos, egy fő pólus, vagy egy fő rész, az nem pólus, mert az eredete, az az isteni szeretet. És az elmúlt több tízezer inkarnáció alatt mi olyan szinten, ahogy a traumákat éltük meg, és nem tudtuk meggyógyítani magunkba, olyan szinten elutasítottuk az egyetemet, a világegyetemet, az egyetemi törvényeket, az Istent, az isteni szeretetet, a feltétel nélküli szeretetet, hogy ezek az energiák nélkül csináljuk és futtatjuk a mai életünket. Viszont, ahogy ti is látjátok, hogy ez egy teljes depresszióba kergett az egész világot, és teljesen egy kiégési állapotba hajtott az emberiséget, mivel ez a szeretet, ez nem csak egy ilyen langyos szó, ez egy nagyon fontos energia, és mint említettem, ha ez nincs meg, akkor semmi nem fog működni hosszú távon. Semmi. Elmehetsz a legnagyobb Lotus Factus doktorhoz, aki ráköt egy gépre, és megoldja azt a, tudod, rákos, meg egy betegséget, meg ezt, meg azt. Viszont amíg a szeretet belül az elmében nincs szortírozva, meggyógyítva, addig az elme, mint emlékeztető, fel fogja újra hozni a problémát, és egyre inkább ilyen olyan formában, hogy nagyon nehéz ezt dekódolni. Na most, ezek a szeretetbeli problémák, mondjuk azt, hogy valakinek mama problémája van, és lehetsz most ebben az, tehát aki hallgatja, az lehetsz egy hölgy, lehetsz egy srác. Amikor mama problémánk van, az egy nagyon fontos energia, mert mi úgy érezzük, vagy nyilvánvalóan, vagy nem annyira nyilvánvaló, hogy minket a mama nem szeretett, minket anyu nem szeretett. Ebben a legtöbb ember beledilizik. 40-45 év fölött, hogyha ez nincs megoldva. Ezt meg kell oldani. A női szeretet nélkül a női pólusnak a gyógyulatlanságát muszáj meggyógyítani, mert tényleg beledilizünk. Anélkül nincs érzelmi gyógyulás. Ha mi úgy érezzük, vagy nagy Isten, most rólatok beszélek, hogy mondjuk úgy érzed, hogy a papa nem szeretett, meg én szeretnélek emlékeztetni arra, hogy ez lehet, hogy csak egy 1%-ig idézőjelben igaz, de akkor is ott van egy törésvonal. Akkor
Az történik, hogy nagyon-nagyon szomorú ilyen konzekvenciákat vonunk le, minket nem szeret apu, akkor majd én megmutatom a világnak, hogy én szerethető vagyok, és sokszor olyan kompenzációba megyünk, vagy olyan kompenzációs mechanizmusba lépünk be, hogy próbáljuk magunkra felhívni a figyelmet. Próbáljuk magunkra felhívni úgy a figyelmet, hogy az már egy ilyen kicsit ilyen torzított. Oké? És akkor itt jön a másik rész, ami ez a másik pillér, ami hiányzik, ez a jelentőség, a fontosságunk. Mert amikor minket mi nem szeretnek, vagy úgy érezzük, ez mind csak hiedelem természetesen, amikor mi úgy érezzük, hogy minket nem szerettek, akkor bennünk egy eszméletlen nagy felháborodás keletkezik. Ez a felháborodás, ez először, tudod, el van nyomva, talán néha-néha kijön, és egy pár évtized után olyan dühroham van bennünk, mert a lélek tudja, hogy ennek a mechanikája nem így van. Viszont az elme, amit az ego kontrollál, az szereti a cirkuszt, az szereti a hiszét, és szeret bújtatni nagyon fontos részleteket tőlünk, és akkor így, tudod, csinálja maga kis cirkuszát az ego, viszont nem fog rávezetni, vagy nem tudunk rávezetni az igazságra. Amikor mi úgy érezzük, hogy az apa nem szeretett minket, akkor ugye túlkompenzálunk azzal, hogy eléggé férfias formában követjük az életet. Ez az egyik típusú kompenzáció, amikor logikusak leszünk, férfiasak, ez lehet persze mind nők és férfiak, és utána, tudod, egy pár év után, vagy még egy-két évtized után, akkor azt mondjuk, hogy megszakadok, se fogom tudni ezt csinálni, mert az egész egy kompenzáció, csak egy erőfitoktatás, egy próbálkozás. És van egy olyan verzió, ennek egy olyan kompenzációs verzió, amikor úgy érezzük, hogy mi nem voltunk fontosak a szülőknek, hogy mi lemondunk az életről, és akkor ilyen depressziós állapotba kerülünk. A depresszió az nagyon komplex, sokkal komplexebb, mint a pánikrohamok. A depresszióban ott van akár több száz komponens, hogyha hozzátéve dolog. Csinálok majd róla egy videót, mert ahogy én kezelem a depressziót, az nagyon gyors. Az négy fő oszlop, bum, 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 és megvan. Megvan oldva. Jó? Csak azért mondom nektek, hogy tudjátok azt, hogy nincs gyógyulás, nincs maradandó gyógyulás, nincs hosszú távú siker, nincs semmi egymáshoz való jó viszony, amíg ez a két fő pillér fel nincs ismerve, nincs azonosítva és nincs meggyógyítva. Tehát a szeretet és a jelentőség. Mindnyájan azért jöttünk ide erre a földre, hogy gyógyuljunk. Mindnyájan azért jöttünk ide erre a földre, hogy felismerjük magunkban azt a lelki szinten megfogott fogadalmakat, úgynevezett a lélek kontraktusban, vagy a lélek a szerződésben, és akkor az szerint ezt a lélek szerződést próbáljuk kielégíteni, és azáltal, hogy mi magunkat gyógyítjuk, de ez sajnos nem egy olyan egyszerű valami, mert rengeteg gyógyulás csak kontraszton és a ellenpólusokon keresztül lehetséges. Sokszor ezek az ellenpólusok, ezek eléggé durva, agresszív összeszólalkozások valakivel, és akkor azon keresztül mi fel tudjuk ismerni magunkban, hogy fú, ez nagyon fáj, itt van valami sebb, itt van valami bújtatott tudatalatti programhalmaz, és amikor azt átvizsgáljuk, meggyógyítjuk, utána már nem fogunk a külvilágra úgy rágálni. Jó? Tehát ez a lényeg, hogy ez a kettő, a szeretet és a jelentőség, ezeket mi tudatalat nagyon-nagyon komolyan vagy űzzük, nagyon komolyan próbáljuk bepótolni, hogyha hiányzik, vagy meg vagyunk tőle szakítva, és addig, amíg ezek nincsenek professzionálisan jól megoldva, addig az egész küzdelem csak marad, és csak rohangálunk az életbe, jó? Tehát, ha úgy érzed, hogy ez nagyon-nagyon helytelenít eszembe most a szó, hogy fit, tehát, hogy rád illik,
akkor gondolkodjál rajta, mert akkor rá fogod látni, hogy egy csomó régi viselkedési formád, a hisztik, az úgynevezett, tudod, ilyen torzult világnézeteink elkezdenek gyógyulni. És mikor ezek meg vannak gyógyulva, ennek persze megvan a metodikája, akkor el tudjuk fogadni a gyógyulás többi rétegét. Ez a lényeg, hogy el tudunk kezdeni igazán gyógyulni. Jó? Tehát ez is olyan, hogy tudod, ez lesz a végszó, vagy ez a záró szavam, hogy én ezt angolul ugye tanítom most már nagyon hosszú ide, és mindig mondom az embereknek, és egy kicsit úgy átsiklik a fejük fölött, mert azt hiszik, hogy próbálok tudod, okoskodni, meg játszani az eszemet, de nem. A gyógyulásnak van egy szisztémája, van egy rendszere. És a rendszer az egy sorrend. És a sorrend abból áll, hogy tök mindegy, hogy fáj a hajad, tök mindegy, hogy tudod, ez nem működik, az nem működik. Mindennek előtt ezt a szeretetet és a jelentőségtől való távollétet, vagy megszakítottságot kell meggyógyítani. És akkor utána jöhetnek a szimptomára fókuszáló megoldások, de ez mindig, mindig, mindig ott van. Ezért esett szét ennyire az élet, és ez a civilizáció. Jó? Tehát ezek után elkezdesz majd úgy vagy meditálni, vagy gondolkodni, akkor meg fogod látni, hogy egy eszmetlen komoly pozitív változást hoz az életedbe. Nekem minden tréning programom, minden privát kliensem arról szól, hogy ezt a szeretetet és a jelentőséget, vagy azoknak a hiányát azt először meggyógyítom. És utána megnyílik a zöld kapu, és utána át lehet azon menni, és utána akkor ott vannak a már felfogható és működő megoldások. Jó? Na ez volt, köszönöm szépen a figyelmet, és akkor majd a következő videón találkozunk. Szervusztok!